Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Ma esti adásunk is a szokásos műsorrendünknek megfelelően alakul. Először a Suli TV-t sugározzuk, majd 7:30-kor láthatják híradónkat, melyben összefoglaljuk az elmúlt hetek városi eseményeit. Ezt követően körülbelül 8:30-kor indul a Pannon Krónika, a Régió TV műsora. Most azonban a fiataloké a képernyő. Következzen a Suli TV! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Suli TV februári adását láthatják. Januárban emléktornát rendeztek iskolánk egykori tanulójának, Fábián Sevestyénnek az emlékére. A torna megnyitójáról láthatnak képeket. Szeretettel köszöntöm a játékosokat, edzőket, kísérőket, nézőket. A mai téli tornánk egy bizonyos szempontból rendhagyó. Pár mondatom lenne erről. A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség, amely tavaly alakult, ugye rendszeres őszi, téli, tavaszi tornákat rendez. Ennek a téli teremkupa sorozatnak, ez a mostani harmadik korcsoportos mérkőzés sorozata lesz az első. De láttátok, hogy elneveztük Fábián Sevestyén emléktornának. Fábián Sevestyént a pécsváradiaknak nem kell bemutatni, mert Csebi pont ennek a korosztálynak volt osztálytársa, évfolyamtársa, vagy járt együtt veletek edzésre, tehát jól emlékeztek rá. Nagyon szeretett focizni, sajnos nincs már köztünk, de emlékét mi is meg akarjuk őrizni. A család kérésére, az ő emlékére rendezzük ezt a tornát, és a család nagyon sok szép külön díjat is biztosított a torna csapatainak és legjobb játékosainak. Ezért kérlek benneteket, hogy a legjobb tudásotok szerint és nagyon sportszerűen játszatok a mai mérkőzésen, gondoljatok egy kicsit erre is. Sevestyén édesapját bemutatom nektek, Fábián József. Ő lett úgymond a kupa védnöke. Ő is családja biztosította számunkra a torna külön díjait. Egy kis tapsot kérek meg, jó? Következő összeállításunkban képsorokat láthatnak a Mecseknádast hidas és a hidas Pécsvárad mérkőzésekről. Kameránk előtt nyilatkozott Gelencsér János, a házigazdák edzője, és Fábián József, Sebestyén édesapja, a torna fővédnöke. Fábián Sebestyén másfél évvel ezelőtt hunyt el, tagja volt ennek a csapatnak, aki most is a pályán játszik. Miért gondoltátok, hogy egy ilyen emléktornát szervezettek a számára? Sebestyén hozzám is járt edzésre, nagyon szerette a labdarúgást, élt halt a sportért, és a család keresett meg minket, édesapja, hogy próbáljunk valami emléket állítani Sebestyének. Egyszerű volt a döntés, mert akik most játszanak, az az ő korosztálya, az ő csapata, az ő osztálytársai, és nagyon sokan kijöttek szurkolni, mindannyian ismerték őt, és így döntöttünk egy téli tornába,
ami lényegében a négy csapattal, a három szomszéd település csapataival mérjük össze erőnket, és nagyon szép külön díjakat tudunk kiosztani, amit a család ajánlott föl erre a tornára. Nevesítsük meg, kik a résztvevők. Mecsek Nádas, Hosszú Hetény, Hidas és Pécsvárad csapata. 6 mérkőzést játszunk körmérkőzéses formában. Hát eddig nagyon jól állunk, úgy néz ki, hogy talán az első Fábián Sebestyén emléktornát mi visszük el a Vándorserleget és egy pár külön díjat is. Azért hangsúlyoztam, hogy első, mert a családnak ez is kérése volt, hogyha lehet, minden évben rendezzük meg ezt a tornát. Említetted, hogy nagyon jól áll a csapat. Egy picit beszéljünk a pécsváradi utánpótlásról. Egyáltalán milyen ez a csapat most? Hogy látod az utánpótlást? Hát az utánpótlása sokrétű, mert ebben a csapatban vannak már olyan játékosaink is, akik ugyan itt kezdték Pécsváradon, de már magasabb szintű csapatokhoz járnak edzésre, illetve ott játszanak, a PVSK-hoz, PMFC-hez vagy a Kozár Mislenyhez, de mindannyian nálunk kezdtek. A helyi utánpótlásban nagyon sok tehetséges gyerek van, próbálunk megfelelő feltételeket teremteni, de természetesen a környező nagyobb csapatok a legügyesebbeknek még jobb lehetőségeket tudnak biztosítani, és sok ügyes gyerek kerül el tőlünk. Én úgy látom, hogy Pécsvárad a környéken, a körzetben utánpótlás terén jól áll, sok tehetséges gyerek van, és megfelelően tudunk foglalkozni velük. Még egy mondat erejéig térjük vissza Sebestyénhez. Milyen játékos volt ő? Ő kemény, kemény játékos volt. Egy izmos, tömör gyereket kell elképzelni. Egyébként a fényképét is a kupák mellé kitettük, ott is lehet még látni. Nagyon erős lövései voltak, de hogyha kellett, kapuba is beállt. Ugye ő még az alsós korosztályba járt leginkább edzésre, és annak idején ő sokrétűen minden poszton szinte tudtuk használni. Nagyon lelkes volt, szeretett edzésre is járni, és élt halt a labdarúgásért. Arra kérlek, most egy pár pillanatra kapcsolódjunk be a játék menetébe, kamerát is megkérem, hogy forduljon a pálya fele, és egy picit kommentáld a pályán látható eseményeket. Hát a Mecsek Nádasd és a Hosszú Hetény csapata játszik most. Hozzá kell tennem, hogy a Hosszú Hetény az nagyon sokáig kemény meccset játszott velünk, és az utolsó percekben biztosítottuk be ellenük a győzelmet. Én úgy gondolom, hogy a végső sorrendben, ha mi megnyerjük, amiben nagyon bízom, akkor ők valószínűleg a második legjobb csapat lesznek. A Mecsek Nádasdal nagyon jól ismerjük egymást, mert velük játszunk talán a legtöbbet. Sok ügyes, tehetséges gyerek van a Nádasdjaknál is, de ezen a tornán én úgy érzem, mi jobbak vagyunk. Persze még velük még nem játszottunk, tehát ezt csak így idézőjelben mondom. Egy gólt láthattunk, ki volt a góllövő? A góllövő a Hosszú Hetény játékos volt, őt név szerint nem ismerem, tehát őt az edzőtől kellene megkérdezni, de ellenünk is nagyon keményen játszottak, tehát itt mondom, nagyon kemény, jó kis csapat a Hetény is. Köszönöm szépen a kedves nézőket, még arra biztatom, hogy maradjanak itt a képernyőn előttünk, és majd nézzék meg az eredményhirdetést, és hajrá Pécsvárad! Milyen érzés most szülőként itt állni, és egy olyan tornán szurkolni a gyerekeknek, amit a fiadról neveztek el? Hát egyrészt boldog vagyok, másrészt szomorú is vagyok, mert ugye sok gyerek van itt olyan, aki korábban együtt játszott a Sebestyénnel, és sokat gyereket meg is ismerek. Hát inkább szomorú vagyok. De jó érzés az, hogy mégis ez a torna őróla is szól, és mégis nincs elfelejtve, és ez egy szép névnapi ajándék is neki, mert tegnap volt Fábián Sebestyén. Tehát akkor egy konkrét időponthoz kapcsolódik. Hogy látod ennek a tornának a jövőjét? Mennyire érzed létjogosultságát a jövőben is? Hát rajtam és a családomban biztos, hogy nem fog múlni. A szervezésben nagyon sok szülő segített, Kelencsér tanár úr is segített. Rajtam nem fog múlni, mert én jövőre is szeretném, hogyha ez a torna megrendezésre kerülne Fábián Sebestyén emléktorna néven. Én meg fogok tenni mindent anyagilag is, hogy itt a gyerekek olyan díjazásban részesüljenek, hogy ami egyébként úgy nem szokott lenni egy ilyen tornákon, még ilyen korosztálynak. Ha már az anyagiaknál tartunk, nyilván minden sporteseményhez, ha másra nem a díjakra, legalábbis pénz kell. Itt ti most egyedüli szponzorként léptetek be az általános iskola mellett. Nem gondoltál le arra, hogy esetleg ehhez a tornához még támogatókat keressetek? Illetve ha gondoltál, akkor most itt az alkalom, hogy a televízió nyilvánosságok keresztül is megszólítsd a pécsváradiakat. Gondoltam rá,
mondjuk ez a pénzt egyáltalán nem sajnálom, amit erre költöttem, mert ez olyan, mintha a fiamnak adtam volna ajándékba, egyrészt róla szól. A másik, hogy itt akkor megragadnám az alkalmat, hogy Haklik Lajos helyi vállalkozót megnevezzem, mert ő egy külön díjat felajánlott a legjobb, legsportszerűbb játékosnak, azt a díjat ő, mint vállalkozó ajánlotta fel. Lehet, hogy a későbbiek folyamán, hogyha ennek hagyománya lesz, akkor lesz más is, aki bekapcsolódik, vagy besegít, nem tudom. Hát köszönöm szépen, és sok sikert, jó szurkolást kívánok a tornához, és akkor, ha már itt a támogatóknál tartunk, hadd járjon a Városi Televízió szerkesztője jó példával elő. Igaz, az idejéről már lemaradtunk, de jövőre arra kérlek, hogy a torna előtt keresd meg bennünket, és a Városi TV nevében is szeretnék felajánlani valamilyen támogatást a következő tornához. Köszönöm szépen, még egyszer jó szurkolást! A győzelmet a pécsváradiak szerezték meg, ahogy ezt az eredményhirdetésen készült felvételeken is láthatják. 9 ponttal és 20-0-as gólarányal a Pécsvárad csapata nyerte. És az érmeket is egyenként. A harmadik Mecsek Nádas csapata. A negyedik helyezett Hidas csapatának csapatkapitányát meg kérem vegye át a kupát. És most következnek a külön díjazottak. Nagyon szoros küzdelemben végül a gólkirály 7 góllal Lőrinc Géza, miután egy góllal, 6 góllal ugye leszorult a legjobb, vagy a gólkirály címről, így a legjobb mezőnyjátékos lett Hung Ládán. A legjobb kapus, kihangsúlyozom kárpótlásképpen, hogy a Pécsvárad kapusa Klejsz Krisztián nem kapott egy gólt sem, de úgy döntöttünk, hogy ezen a mérkőzés sorozaton olyan sok dolga nem is volt. Ezért a jobban foglalkoztatott kapusok közül választottuk Méder Zsoltot, Mecsek Nádas kapusát. A legjobb mezőnyjátékos címért is sokáig harcban volt, végül a legsportszerűbb játékos lett Spanenberger Máté a Pécsvárad.
és felajánlottak a Pécsváron csapatának egy külön díjat, a legjobb pécsvári játékost. Ez 4 góllal Rigli Gergő érdemelte. Február elején a felső tagozaton reneszánsz vetélkedőt rendeztek. A versenyre a művelődési házban került sor. A megnyitóról és a feladatokról is készítettünk képsorokat. Köszöntöm mindenkit a reneszánsz év záró rendezvényen, az iskolai vetélkedőn. Mint tudjátok, 1458. január 24-én koronázták királlyá Hunyadi Mátyást. Ennek az 550 éves évfordulóját ünnepeltük egy éven keresztül országszerte. Most mi is zárjuk a rendezvényeink során, amelyhez jó szórakozást, munkát és sok sikert kívánok. Kérjük szépen, hogy mindenki tegye el a segédeszközét, hogyha még nem tette el, és következzen az első feladat. Minden csapat kapott egy sorszámot, képfelismerés lesz. Az első képről az első csapatnak kell beszélni. Tegye fel a kezét az első csapat, aki az egyes sorszámot húzta. Jó? A lányok menet közben viszik a mikrofonokat, és aki szeretne beszélni a képről, az hangosan mondja. Egy percig kell beszélni az adott személyről. Jó? Egy percen keresztül mérjük az időt. Kakukktojás lesz, nem kell elmagyaráznom senkinek, ugye, hogy mi a kakukktojás lényege. 5 pontos. Mindegyik sorban egy-egy kakukktojás keresél, aki nem jönik oda. Ez nem a megoldás. Két perc és 5 pont. Indul az idő.
se jó. A második se jó. Ez jó. A harmadik se jó. Egy. A negyedik se jó. És az ötödik se jó. Második, hatodik A. Harmadik, ötödik B. Negyedik, ötödik A. Ötödik, hatodik C. Első, nyolcadik B. Második, hetedik B. Harmadik, hetedik A. Negyedik, hetedik C. Ötödik, nyolcadik A. Február első péntekén került sor a felső tagozatosok farsangjára. Sokan gondolták úgy, hogy beöltöznek. A következő felvételeken az ő felvonulásokat láthatjuk. Az alsósok egy héttel később rendezték farsangi bájukat, itt szokás szerint mindenki, még a tanárok is beöltöztek.
Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba, a Suli TV legközelebb egy hónap múlva jelentkezik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Jó estét kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó kedves nézőket! Önök a Városi TV februári magazin műsorát látják, melyben összefoglaljuk az elmúlt két hét legfontosabb városi eseményeit. Híradónk elején mindenek előtt a várbaráti körrendezvényeiről tudósítunk. A Zengő csata 5. évfordulójára emlékeztek február 14-én szombaton a civilek. Ebből az alkalomból ismét egy túrát szerveztek a hegyre, majd a Walter pincében egy közös ebéd keretében emlékeztek az elmúlt évek eseményeire. Thank you.
hagyományos szilveszteri zengőtúra és a Peunia túra mellett úgy tűnik, hogy egy újabb hagyomány van készülőben, a zengőcsata 5. évfordulója tiszteletére vagy alkalmából jártatok ezúttal a zengőn. Hányan voltatok, milyen volt a részvétel? Most a úgymond a kemény mag jött el erre a túrára, tehát azok, akik részt vettek az zengő őrzésében, az zengő megvédésében. Tegnap volt valóban 5 éve, hogy az az ominózus zengő védelem lezajlott, ugye mindenki emlékszik a magát fához láncoló természetvédőre, tehát ez egy olyan kép, ami bejárta az egész világot, és tehát egy olyan esemény fűződik az zengőhöz, amiről megismerték, tehát ezt a helyet az egész világon. Ezt nekünk a tudatában kell lennünk, és akár élnünk is kell ezzel. Másik nagyon jó volt a szilveszteri túra, egy soha nem látott nagy csapat vett rajta részt, ami 500-an voltunk, a nagy öröm, hogy nagyon sok fiatal jött. Lehet-e tudni arról valamit, hogy hogyan most a lokátor? Ugye halljuk a híreket a Tubes kapcsán, időnként azért felröppen még mindig az zengő neve. Van erről valamilyen információtok? Ez az ilyen találkozó mindig azt jelenti, hogy tehát eljönnek a civilek a meccsekért képviselői is, itt van a Greenpeace, itt vannak azok a szervezetek, amelyek részt vettek az zengő védelmében, bár nem mindannyian, mert ma éppen egy lehet más politika című politikai mozgalmat indítanak el Budapesten, amelynek a célja a természetvédelem. Úgy tűnik, hogy tehát mi úgy érezzük, hogy már a lokátor többszörösen lejárt és amortizálódott volna azóta, hogy ezek a küzdelmek megkezdődtek. Hát 13 éve lesz májusban, hogy először fölment a Pécsváradi Várbaráti Kör, és azt mondta, hogy lokátort ne. De még mindig felbukkannak nevek, és ezek ilyen erőcsatározások. Az biztos, hogy katonai szükség nincs a lokátorra, mert tehát ezt más magasabb hegyekkel rendelkező szomszéd, NATO tagok, és egyáltalán tehát nincsen rá szükség. Attól félünk, hogy ez meg ugyanazoknak a nagy pénzmosó játékoknak az egyik része, mint például az autópálya ügyek. Túl vagytok a túrán, most egy kis pihenés következik, azonban még itt a Walter pincében lesz egy kis hivatalos program. Mit terveztek még a mai napra? Hát egy közös ebéd, és akkor az ilyen civil alternatívákról lesz szó, és Csizmadi a László készített egy képsort, hát rengetegen fotózták ezekben az években, hát ugye 3 évig tartott tulajdonképpen az zengő történet, de hogyha a mi tiltakozásunkat az elsőt beleveszem, akkor 10 évig. Ő vet itt harc képcsarnok címmel arcokat az zengő küzdelemről, és hát az az igazság, hogy tartjuk a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. Az is elhangzott a hegyen, hogy egy új közösség alakult tulajdonképpen. A zengő összehozott olyan embereket és olyan természetvédő mozgalmakat a fővárosban is, meg az országban is, akik lehet, hogy a zengő nélkül nem találkoztak volna. És hát ugye van egy olyan erős áramlat a világban ma, hogy első helyre teszi azt, hogy egészséges környezetben éljünk. És ennek az egyik nagy jelképe az zengő. Ezt jó, ha mi is tudjuk, és büszkék vagyunk rá, és akár egy kicsit a város emblémájaként is felmutatjuk. Az interjú után a közös ebéden sok jeles személyiség mellett megszólalt Illés Zoltán, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnöke. Ha más eredménye nem lett volna az zengői küzdelemnek, hát önök azok. Mi vagyunk azok, ti vagytok azok. Tehát én így körbenézek, és nézem az arcokat, próbálom megsatszolni a korosztályt, a egyes ember korát, foglalkozás, kiket ismerek, kiket nem ismerek, de akkor azt mondom, hogy ez például egy fantasztikus eredmény a dolognak, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát, de az még nagyobb eredmény volt, hogy nem épült meg a radar, aláírom, 50 000-szer igent mondok rá, így van, de az, hogy mi most itt vagyunk, az egy számomra egy nagyon-nagyon nagy eredménye, azért, mert minden egyes ember számít, és arra is emlékszem, és ezt mindig fölidézem egy-egy ilyen alkalommal, amikor megjelentünk Mikes Éva képviselőtársammal
akkor az országban még senki nem tudott arról, hogy Zengő, meg Radar, meg Hosszúhetény, vagy Pécsvárad, bocsánat, hát a senki az túlzó volt, az itteniek, akik hallottak, mert el is jöttek vagy 300-an abba a terembe, ahol mi is megérkeztünk, mi ketten voltunk az egyedüli fölkért szónokok, és hát előttünk egy héttel a honvédelmi tárca számomra nem elfogadható és nem tisztelt képviselői voltak ugyanott, és mondták el azt, hogy itt már minden eldőlt, itt senki ne gondolja, hogy bármit meg lehet változtatni, itt már megépítik ezt a radart, és emlékszem, ott a polgármester asszony, ha jól mondom, polgármester asszony úgy taktikázott, hogy hát akkor nem lehetne úgy csinálni, hogy nagyon ellenálljunk, mert utána megadjuk magunkat, de amíg ellenállunk, addig esetleg közlik, hogy mennyi pénzt hajlandók adni itt a településeknek kompenzációképpen. Tehát volt egy csavaros észjárás, amit szintén becsülni... Korábban. Hát hogyne. Ez történik 2000... Az akkori hivatalban lévő polgármester előtt. Igen. Tehát itt próbáltak taktikázni nagyon sokan, és akkor emlékszem, de ha tévednék, akkor kérem a segítséget, többek között a Csizi volt az, aki fölállt és azt mondta, hogy semmi pénzé nem eladó a hazánk, a szűkebb környezetünk. És hát ez egy olyan kiállás, ami példaértékű mindnyájunk számára, de nem csak ő, hanem az összes többi ember. És most akkor jön mindig a szomorúság a szívemben, mert ma megboldogult ember is. Tehát mindenki tudja, hogy kiről beszélek. És hát mindenki, aki hozzájárult ehhez a küzdelemhez. És bizony ez egy közös siker volt, és engem ez mindig arra emlékeztet, hogy mindig egyetlen egy emberen áll vagy bukik a dolog. Egyetlen egy emberen. Higgyék el. Vagy egyetlen egy embertől indul el a dolog, és válik aztán akár lavinaszerűen egy ilyen közösséggé, és válik aztán országot megrengető, mint ahogy azt a Roland elmondta, országot megrengető, bős nagymarosi léptékű küzdelemmé. De bocsánat, ott is úgy volt, hogy egy ember állt össze már a bős nagymarosnál, és lett aztán a dologból az, ami lett. És még mindig maradva a várbaráti körnél, következzen egy tudósítás a körszokásos éves közgyűléséről. A rendezvényt követően Drecki Katalin nyilatkozott kameránk előtt. Kati, az imént Gála Sorsiától egy nagyon tartalmas beszámolót hallhatott a várbaráti kör. Én most arra kérlek, hogy néhány mondatban próbáld meg összefoglalni, hogy milyen évet zárt a pécsvári várbaráti kör. Azt hiszem megint nagyon eredményes és gazdag évet zárt az Egyesület. Az előzőek szellemében folytattuk most is a munkákat, értékmentés, értékmegőrzés volt az elsődleges célunk. Ennek jegyében szerveztünk, akkor a márciusban ugye pécsvári felvidékiekre kiállítást, ami csatlakozott az emlékkőállításhoz, vagy meghallgattuk Nagy Imre Gábor levéltáros beszámolját a pécsvári 48-as eseményekről. Aztán augusztusban sikerült megjelentetni a pécsvári füzetek első számát, Vértesné Horváth Klárika könyvét, ami szintén hát régóta vágyálom volt. És ősszel egy nagyon szép kiállítást sikerült a pécsvári kerámiákból a Leányvására összehoznunk a Baranyi megyei múzeumokkal. A kígyós kör találkozójára, úgy tudom, augusztusban került sor, hagyományosan itt is a művészet volt a téma. Igen, a művelődési házban itt 30-40 évvel ezelőtt működött olyan szakkör, amit Lantos Ferenc vezetett, pécsi műhely ifjú művészeivel, és a Zománc képek néven híresült el, és ebből bizonyos kollekció összejött itt a műházba, amit azért megőriztünk, töredékét kiállítottuk, többeket azonosítani kellett, és ahogy a beszámolóban is elhangzott, ezek az akkor fiatal kezdő művészek, ma mint Kossuth Díjas és Munkácsi Díjas országos nemzetközi hírű művészek. Örülünk, hogy ez a kollekció itt van Pécsváron, reméljük meg is tudjuk tartani. Tavaly jelent meg a pécsvári füzetek első sorozata, itt a beszámolóban elhangzott, hogy szinte már-már betszerrel lett Vértes Klárika könyve. Lesz ennek a sorozatnak folytatása? Hát feltétlenül úgy vágtunk neki, hogy talomba tulajdonképpen már több könyvanyag a részben a rendelkezésünkre áll. Hát a legközelebbi az most a felvidékieké lesz, ami szintén egy nagyon gazdag anyag.
ebben Kófiás Mihály készített el az alapokat még évekkel ezelőtt, és az elmúlt 10 évet próbáljuk bemutatni, amikor az Egyesület megalakult, és hát a mai napig működik. Nagyon sok tartalmas programja van a Várbeleti körnek, ezekhez mindhez azonban sok pénzre is szükség van. Hallottuk, hogy sokat pályáztok, és elég jelentős bevétele van a körnek, hallhatnánk erről valamit? Hát minden évben a lehetőségeket próbáljuk kihasználni. Az apróbbakat, ugye helyi alapítványok, helyi lehetőségeket, a Kulturális Bizottság, Oktatási Bizottság, Baranyi megyei önkormányzatoktól, ezek az apró tételek, és akkor van a nagy, ami a civileknek van kitalálva, tulajdonképpen nemzeti civil alapprogram, ott minden évben beadunk, több 100 000 forintos pályázatokat nyerünk, és azt a már felsoroltak szellemében igyekszünk felhasználni, tehát kiadványokra, vagy kiállítások megszervezésére, vagy konferenciára. Mondjuk el kedves nézőknek annál is inkább, hiszen most aktuális, hogy a Várbeleti kör jogosult az 1%-os felajánlások fogadására is. Igen, az első között voltunk, hiszen több mint 25 éve megalakultunk, úgyhogy minden feltételnek megfelelünk, és hát ezúton is köszönjük mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy munkánkat ilyen módon kívánja támogatni, és kérjük, hogy tegye ezt a jövőben is. Még egy mondat erejéig a pénzügyeknél maradva született egy döntés is ezzel kapcsolatban. A tagdíjakat megemeltük, ez olyan csúnyán hangzik, évekig, közel 10 évig azonos tagdíjat szedtünk, és mindig azt mondtuk, hogy mindenki emel, akkor mi nem, és most a közgyűlés megszavazta, hogy jövőre egy jelentősebb emelésre kerül sor, és hát ez is nagyban hozzájárul azért a kör céljainak megvalósításához. Az interjú vége felé egy picit beszélünk a tervekről, hiszen több kirándulás és kirándulás terv elhangzott, és hát konferenciát is szeretnétek az idén tartani. Hát azt hiszem az év legnagyobb, legjelentősebb eseménye talán az lesz, hogy sikerült pályázatot beadnunk az EKF-hez, amit támogatónak ítéltek meg, és egy bencés konferenciát, amit régóta terveink között szerepelt, meg tudunk ebből szervezni. Ahogy Orsolya elmondta, a kör elnöke, sikerült fővédőknek a két püspököt, Asztrik főapátulat Pannonhalmáról, Várszegi Asztrikot, és Pécsi Májémihály megyés püspököt fővédnöknek megszerezni, és megszólítottunk egyetemeket és pécsváradi bencéseket, kutatókat, ismerteket és kevésbé ismerteket, hogy előadásukkal járuljanak hozzá a konferencia sikeréhez. Mindenhonnan nagyon pozitív válaszokat kapunk, és ez is egy kiadvány. Milyen kirándulásokat szeretnétek az idén megszervezni? Hát ez mindig a legsarkalatosabb kérdés, ugye mindig ezt kérdezik a kedves kirándulók. Hát most tavasszal szeretnénk egy Fertőhanság, ugye világörökség része, ez a nemzeti park is két ország határán fekszik, tehát azt bejárni ott az ottani nevezetességeket, majd június végén a hagyományos nagy kirándulást a Vág mentére tervezzük, ugye megyünk a törökök után, mondta tréfásan Orsolya, hiszen Nagyszombatban menekültek a bencések a török elől Pécsváradról. Ez lenne egy nagy történelmi kirándulás, és egy őszi nagy utat, ami kicsit tengerpart is, kicsit kirándulás, és Montenegro, illetve Albánia nevezetességeit keresnénk fel. Végezetül arra kérlek, egy technikai információval lássuk el a kedves nézőket. Az imént itt szó esett az 1% felajánlásáról és a kirándulásokról. Ha bárki erről bármi szeretne többet tudni, esetleg fel szeretné ajánlani az adóját, vagy csak kirándulni szeretne veletek menni, hogyan és mi módon találhatja meg a körvezetése? Hát a helyi újság, Pécsváradi Hírmondóban benne szokott lenni az összes helyi egyesületnek az adószáma, tehát ahova az 1%-okat felajánlani lehet, ezt most is megtesszük, illetve talán mindenki előtt ismert már, hogy minden hétfőn délután 2-től 5-ig a művelődési ház 3-számú irodájában fogadóórát tartunk, és ott minden ügyes bajos dolgát minden egyesületi tag el tudja intézni az év folyamán. Jeles esemény helyszíne volt az elmúlt pénteken a Pécsváradi Zeneiskola. Megyei klarinét és szaxofon versenyt rendeztek, melyen, ahogy az majd összefoglalónkból is kiderül, szép hazai sikerek születtek. Úgy gondolom, hogy hát ez a mai nap nagyon fontos mindannyiatok számára, mindannyiunk számára. Amikor a rendezvény megszervezésére sor került, én elmondtam, hogy Pécsváradi intézmény méreteiben nem akkora, mint egy pécsi vagy mohácsi. Ez miatt a terem szűkössége esetleg gondot okozhat a felkészülés során,
de nagyon remélem, hogy egymást majd meg fogjátok hallgatni, bízom ebben, és hát jól fog sikerülni a koncert. Külön köszöntöm a Kodolányi János AMK főigazgatónőjét, Tóth Györgyit, szeretném bemutatni. Egy kitérő mondatot hadd mondja, bizonyára köztudott, hogy önálló zeneiskola Baranyában nem igazán létezik már, minden intézmény valamilyen fúziót hozott létre, a mi esetünkben is tavalyi évben történt ez, tehát AMK lettünk, a nevünk, hivatalos nevünk ezentúl Kodolányi János AMK zeneiskolája, még művészetoktatási intézménye, de csak a zeneiskolája szóig használjuk a hivatalos titulusunkra. Köszöntöm dr. Bíró Ferenc polgármester urat, akit szeretnék felkérni a mai találkozó megnyitására. Parancsoljon. Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket abban az alkalommal, hogy harmadik alkalommal itt rendezik meg a Baranya megyei művészeti iskolák klarinét és szaxofon találkozóját. Jóskától már előtte érdeklődtem azért ennek a történetéről, mert egy éve vagyok csak polgármester, hogy milyen jellegű ez a találkozó, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a találkozók egészen biztos, hogy nagyon sokat jelentenek szakmailag a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak is. Fel lehetne talán ezt úgy is fogni, hogy ez egy szakmai továbbképzésük a tanároknak is és a gyerekeknek is, egy olyan lehetőség, ahol közönség vagy egymás előtt bizonyíthatják tudásukat. Szeretném elvonatkozásban is elmondani, hogy Pécsalt képviselőtestülete is többször magam is nyilatkoztam, hogy a zeneiskolai oktatás és a zeneoktatás az nem csorbóhat emiatt. Meggyőződésem az, hogy ez legalább olyan fontos, mint más tantárgyak oktatása, ugyanis a művészet, a zenére való nevelés az jobbá teszi az embereket, nem csak a tudásuk lesz több, hanem a lelkük is alakul. Ilyen vonatkozásban én úgy gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen, és legalább olyan fontos, mint más oktatási tevékenység. Ezért mi nem gondolkodunk abban, hogy bármilyen módon a zeneoktatást csökkentsük, holott az állami támogatás mellett egyre nagyobb mértékben kell a városnak saját forrásaiból is kiegészítenie, és sajnos ezek a források is szűkek. A szűk lehetőségek mellett is minden évben támogatást adunk a zeneiskoláknak, hol hangszerekre, hol javításra, hol fűtéskorszerűsítésre, hogy megfelelőek legyenek a körülmények. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kisváros, mint Bécsvárad, ami most Önöknek talán Baranya megye több zeneiskolájából idejött növendékeknek és tanároknak most szűknek tűnik, nekünk ez ehhez a létszámhoz elegendő, és talán azt mondhatom, hogy nem is olyan túl rosszak a körülmények a zeneoktatáshoz. Nem szeretném elvenni az időt a tényleges találkozójuk értelmétől, ezért én most Önöknek jó munkát kívánok, és eredményes legyen a találkozó, erről bizonyára majd a zsűri gondoskodik, és hát természetesen a résztvevők. Mindenkinek jó munkát kívánok a város nevében, és megtisztelőnek találjuk, hogy Önök ismét bennünket választottak. Köszönöm a figyelmüket!
Tanár úr, mindenek előtt arra kérem, hogy néhány mondattal értékelje a versenyt. Az előbb folytattunk le egy szakmai értékelést a tanár kollégákkal, és ott elmondtam, hogy óriásit fejlődött a rendezvény. Én most már kb. 20 éve járok a megyében erre a rendezvényre, és folyamatos fejlődést tapasztalok. Itt ezen az értékelésen például elhangzott egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy hát a gyerekek nagy része otthon nélkül játszott, és olyan jól felkészültek, hogy nem volt leállás, nem volt olyan tévesztés, hogy le kellett volna állni a produkcióban. Ilyen korábbi években bizony elég gyakran előfordult. Ez ebben az évben nem sikerült. Tehát nagyon-nagyon jól felkészültek. A darabválasztások is nagyon jók voltak, nagyszerű új darabokat választottak. Itt most elmondhatom a tévében, amit majd most az eredményhirdetésnél fogok elmondani, hogy olyan magas színvonalú volt a verseny, hogy a legalacsonyabb díj is ezüst fokozat lesz, e fölött lesz aranyfokozat és kiemelt aranyfokozatú díj. Esett a választás Pécsváradra? Miért pont itt rendezték meg ezt a versenyt? Itt harmadik alkalommal van már ez a rendezvény. Hát az igazgató úr aktivitásának köszönhető ez. Korábban volt Szentlőrincen, Mohácson, és aztán mondom, ez már harmadik alkalom Pécsváradon. Az igazgató úr elkötelezett emelt a rendezvény mellett, amire egyébként borzasztóan egy szükség van szerintem. Ilyen mozgalmak más megyékben is vannak, különböző hangszereken rendeznek megyei hangszeres találkozókat, ahol egyrészt a gyerekek egymást hallhatják, a tanár kollégák egymást hallhatják, egymás gyerekeit hallhatják, ez nagyon-nagyon tanulságos jövő szempontjából, és esetleges kemény, éles versenyekre való felkészülést nagyon jól szolgálja. Ezen kívül komoly tapasztalatcserét jelent, például olyan szempontból is, hogy azok a kísérletező kedvű kollégák, akik új darabokat keresnek, új kottákat fedeznek föl, itt bemutatják ezt, akkor elindulhat egy nagyon jótékony cserélgetés egymás között, és bővül állandóan a repertoár, ami hát a gyerekek fejlődését is nagyban szolgálja, illetve hát az őket hallgató közönséget is jobban szórakoztatja, hogy nem mindig ugyanazok a darabok szólalnak csak meg. Szerepeltek a pécsváradi növendékek. Tudom, hogy még az eredményhirdetés visszavon, anélkül, hogy konkrétumokat említene, általánosságban kérdeklődöm. Igen, szívesen mondok konkrétumot is. Provokatív a kérdés, mindenek előtt ezt azért mondanám. Tehát, gondolom, tehát a kamera mögött áll egy nagyon tehetséges szaxofonos hölgy éppen, akit most önnek segít a felvétel készítésében. Igazán nagyszerűen fújt. Hallottunk egy szintén egy pécsváradi fiút, a nevére most nem emlékszem, bocsánat, egy picit egy kis alacsony szaxofonos fiú volt, kitűnően fúj, nagy reménység. Thank you.
egy idősebb klarinétos fiú egy Bach szonátát ételt játszott nagyszerűen. Tehát azt kell, hogy mondjam, kitűnőek voltak a pécsváradiak. A tanárnő, a Margit, aki hajdanán a tanítványom volt, most remek munkát végzett. Ezúttal is remek munkát végzett. Egy kicsit a zeneoktatásról kérdezem, hogy látja most a gazdasági válság kellős közepén Magyarországon a zeneoktatást? Ez nagyon nehéz kérdés. Elsősorban zenész szakember vagyok. Amennyire hát a napi hírekből tájékozódok, nem tűnik rózsásnak a helyzet. Ma bizonyos jelek láthatóak voltak, például itt a fesztiválon, hogy mely városok zeneiskolái, vagy helységek zeneiskolái állnak jól anyagilag. Ez például a hangszerállományból lehetett látni, milyen minőségű hangszerekkel érkeztek. Voltak nagyon-nagyon komoly értékű hangszerek, és bizony voltak más iskolák, ahol láttam, hogy ezek a hangszerek kicsit gyengébbek. Na most én úgy gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy egy-egy önkormányzat vezetése mennyire elkötelezett a művészetoktatás mellett. Amennyiben elkötelezett, akkor szerintem ott élni fog a zeneoktatás, és úgy gondolom, ahogy ez már az ókortól létezett napjainkig, borzasztó fontos a művészetoktatás, mert mai modern kutatások eredményeképpen kimutatható, aki művészeteket tanul, az az élet minden egyéb területén sokkal kreatívabb lesz, sokkal hatékonyabb, és sokkal teljesebb életet tud élni. Híradónk második felében váltsunk könnyedett témákra. Következzenek szokásos farsangi tudósításaink. Február 10-én igazi hamisítatlan jelmezbáli hangulatot varázsoltak a Művelődési Ház nagytermébe a nyugdíjas klub tagjai. Füri Ferenc tudósítását látják. Itt a farsang, tényző, a szívedben vidámságot teremt. Az emberek dalolnak, vigadnak, nem törődnek azzal, hogy mi lesz holnap. Jaj, most a korsónak a csutorás üvennek, sűrűn megtekerik a nyakát szegényeknek. Vigadjon mindenki, félre a búval! A telet temetjük, hangos nóta szöntel. Na mi a nótár, hallod-e? Yeah.
Szombaton ugyancsak a művelődési ház nagy termében rendezte az általános iskola a szokásos szülőknevelő báját. Tóth Györgyi igazgatónő köszöntője után az iskola tanulói egy rövid műsorral kedveskedtek az est vendégeinek. Hatalmas az érdeklődés az általános iskola szülőknevelő bája iránt, és ez nagyon jó érzés, mert ez azt jelenti, hogy a szülők, a kollégák és a gyerekek szívesen jönnek össze egy ilyen kötetlen rendezvényre, és megpróbáljuk magunkat nagyon jól érezni. Külön szeretettel köszöntöm azokat a kollégáimat, akik elfogadták a meghívásunkat, akik már nem a tantestület tagjai, ők már nyugodtabb napokat élveznek, és sikerült őket rábeszélni, egy kicsit kimozdítani az otthoni környezetből, és remélem ők is nagyon jól fogják érezni magukat. Szép hagyományt folytatunk minden évben, és azt gondolom, hogy az idei bálér is, hogy jól sikerüljön, minden lehető szépet és jót megtettünk. Hogyha körülnéznek a kedves szülők, akkor az iskoláskorú gyerekeinknek a munkáját láthatják, a díszítést elsősorban a 7. C osztálynak és osztályfőnöküknek, Molnár Józsefnének, Évának köszönjük. Köszönöm azoknak a kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek, akik ma délelőtt feláldozták a szabadidejüket, és eljöttek ide nekünk segíteni, azért, hogy be tudjuk rendezni a termet. Ismét Molnár Józsefnének, Évának köszönöm, Göbölné Németh Piroskának, Májerné Kempf Szilviának és Aminak, a Szendrői családnak, a Brandt családnak, valamint Pusrékának, Tóth Gabinak és Neh Bettinának, valamennyien a 8. B osztály tanulói. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és segítettek nekünk, hogy egy szép termet tudjunk berendezni. Ha megengedik, akkor látszólag nem ideillő dolgot is szeretnék most közzétenni, mégpedig a mai napon délelőtt kollégáink, német szakos kollégáink Villányban jártak, és a megyei német nemzetiségi vers és prózamondó versenyre vittek gyerekeket, és szeretnék büszkélkedni, és gondolom mindenki nagy tapssal fogja majd köszönteni tanulóinkat és nevelőinket. Szeretnék büszkélkedni, mégpedig két tanulóval mindenképpen, Simor Kamilla, a 8. B osztályos tanuló első helyezést ért el. És Tang Dorottya, 7. C osztályos tanuló második helyezést ért el. Sefer József és Mosonyi Katalin tanítványai mind a ketten az országos döntőre jutottak be, Budapestre fognak menni, és ott is részt vesznek a szavaló versenyen. Köszönjük a felkészítésüket. És akkor most jöjjön a műsor. Három műsorszámmal készültünk a mai estére, hogy egy kicsit a hangulatot megalapozzunk. Az első műsorszámunk Kicsik tánca következik, felkészítőjük Mitli Ágnes. Fogadják őket szeretettel.
ching ching, walla walla bang bang, ooh ee ooh ah ah, ching ching, walla walla bang bang, ooh ee. Szülőknek is, alsó és felső tagozatosoknak is külön előadást tartottunk. Az ott betanult, a színjátszó szakkör keretén betanult jelenetek közül az egyiket fogjuk most előadni önöknek. Arra szeretném majd kérni a tisztelt jelenlévőket, hogy csendben hallgassuk őket végig. Mind a hárman betegek, vagy betegek voltak a napokban. Mikrofont nem tudunk nekik adni, itt fogják előadni a jelenetet a terem közepén, és szükség lesz arra, hogy csendben végig hallgassuk őket. Kedves Bocsiné, ha nem szerintelen a kérdésem, akkor volt, aki hogy képzeli a kórtörlést? Bár magasságban, de ott aztán minden ragyog, mi fog? Gyerek van? Egy fiúcska, meg egy kislány. 60 ezer! De kérem, a gyerekekkel nem lesz semmi dolga, egész nap az iskolában vannak. Mindegy, gyerek után családi kórtét jár. Kedves Pocsikné, ez talán mégis túlzás. Maguk nem kapnak családi pótlékot? Na hát, felvenni a smakkot, de a szegény takarítónőnek lukú, jó napot! Várjon, kedves Pocsikné! Legyen 60 ezer! 10 óraira vajas kenyér. Meg lesz. Lift és villamos fizetve. Meg lesz az kereken 63 ezer. Hát, akkor megegyeztük volna. Csak arra kérem, hogy takarítás után, amikor elmegy, zárja el a gázórát. Ha nyitva adja, akkor veszélyes lehet. Rendben van, veszélyeségi pótlék 5 ezer. Összesen 68 ezer. Más nincs. Ehhez jön még a prémium. Hogy egy prémium? Húsvét, karácsony és névnap. Drága Bócsikné, mikor van a neve napja? Október 3-án és november 14-én.
két év napja van. Teljes nevem Pócsikné, Szűcs, Terész, Klementina. Ilyen! Pócsik napot nem tart. Ha sokáig mehetek, jó napot! De hogy megy rá a Pócsikné! Inkább összegezzük a dolgokat. Takarítás másodnaponként 7-től 2-ig. Szabadfűzés és szabadfőzés a mi áramunkkal. Fizetés a pótlékokkal együtt havi 68 ezer forint, plusz évente 4-szer prémium. Stimmel? Stimmel. Mondja, Pócsiknél el kell maga ezeket a feltételeket jogosnak tartja? Ez a legkevesebb. Hol a lakás a Pócsiknél el kell? Kóró utca 79. Miért tetszik kérdezni? Mert elmennék magához bejárónőnek. Köszönjük szépen a vidám jelenetet. Záró műsorszámunként kérem, tekintsék meg a 8. osztályosok táncát. A táncot a gyerekeknek betanította Bánfai Zsoltné Adri néni. Here I go again, my mind, how can I resist you? Mama mia,
is táncot, és a jelenlévőknek mondanám, hogy még ezzel nincs vége, mert most még jön egy meglepetés, és a nyolcadikos lányok szeretnék táncba vinni a jelenlévőket. Kedves nézőink, Önök a Városi TV februári műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Következő adásunkkal szombaton este 7 órakor jelentkezünk az önkormányzati ülés élőadásának ismétlésével. Műsorunk végén kérem tekintsék meg a Pannon krónikát. Én most búcsúzom, az est hátra levő részére jó pihenést, jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!